Gudics Marcell dobművész, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Szia Marci, és Gudics Martin basszusgitárművész. Két junior primadíjas, ugye MVM junior primadíj, ennek a díjátadója volt nem olyan rég, és mind a ketten díjazottak vagytok, ikrek vagytok, testvérek vagytok, azért ez egy nagyon különleges kombináció. Ki kezdi? Ki lepődött meg jobban? Hát én azt gondolom, hogy mind a ketten ugyanúgy meglepődtünk, hatalmas megtiszteltetés ez mind a kettőnk számára. Nem gondoltuk volna egyébként, hogy így egyszerre fogjuk megnyerni ezt a díjat, de hál' Istennek így sikerült, úgyhogy nagyon örülünk neki. Martin, te is meg voltál nagyon lepődve? Persze, hát azonnal az első telefonhívás nyilván a zikertesfélemhez szólt. Amit a Marcell elmondott, ugyanezt éreztem én is, úgyhogy ez fantasztikus. Na most azért a hangszeretek is különleges, mert azért a dobművész kategória is nem annyira átlagos hangszer, hogyha mondjuk így a hangszerekre gondolok, és hát a basszusgitár az meg abszolút. Mi alapján döntöttetek az egyes hangszerek mellett? Ez gyerekkorunkban jött ez az ötlet, hogy én először kezdtem el dobolni, mint ahogy ő elkezdett basszusgitározni. Volt egy bátyánk, vagy van egy bátyánk, aki gitározott, énekelt, és annyira szerettük a zenét egyébként gyerekkorunkban már, hogy ez nekem valamiért adott volt, hogy én a dobot fogom választani. Édesapánk hobbi szinten dobolt már akkor, és engem ez a hangszer ez annyira megragadott, hogy ezt szerettem volna választani. Majd aztán a bátyánkkal elkezdtünk így otthon zenélgetni, és akartunk csinálni egy zenekart, és tesónknak, Martinnak meg már ki volt adva a feladata. Így van, tehát nekem nem volt semmi más lehetőségem más hangszert választani, úgyhogy maradt a basszusgitár. És tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy akkor ezt hivatásszerűen fogjátok csinálni? Igen. Hát gyerekkorunkban még nem, igen, nagyon, nagyon szerettük. Nyilván nem, de hogy egy idő után már együtt egyértelmű. Amikor középiskolában, ez a művészeti középiskolában jártunk, már akkor már körvonalazott bennünk az, hogy ezzel akarom foglalkozni, hivatásszerűen is egyébként. Igen. Szerintetek minek köszönhető az, hogy ti junior primadiban részesültetek? Ezt azért kérdezem, mert nagyon ritkán hangzik el ugye díjazottaknál az a kérdés, hogy minek köszönhető mondjuk egy ilyen díj, vagy egyfajta siker. Ti miben érzitek a sikernek a titkát? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Hát, szerények vagyunk, az biztos. Komolyan, hát... Igyekszünk mindig a maximumot nyújtani. Így van. A színpadon is bármilyen zenekarral, vagy zenész, vagy előadóval kell játszani, akkor tényleg igyekszünk mindig kihozni magunkban a maximumot. Hál' Istennek sikerül mindig jól teljesítenünk, tehát lehet, hogy a szakmán belül így sikerült nekünk ilyen neves. Hogy, hát neves, most miért? De hogy olyan szintre fejleszteni magunkat, fejlődni, hogy talán ezért érdemeltük meg ezt a díjat. Martin, mondjál te is valamit. Én már nem tudok ez. Most én értem, hogy ikrek vagytok, és nagyon-nagyon egy huron pendültök, ez oké, okay, de azért mindenkinek kíváncsi vagyok a véleményére. Te miben lehet a sikertitkát? Hát ugye ez a két hangszer, ez nem egy holisztikus hangszer, ugye mind a ketten kísérő hangszeren játszunk, viszont hát, hogyha lehet így mondani, akkor talán próbálunk néha kicsit virtuózabban hozzáállni a dolgokhoz. Az, hogy maximalisták vagyunk mind a ketten, ez szerintem hozzájárult a díjnak a sikeréhez, úgyhogy nem lehet tudható be szerintem. Na most, hogyha már azt mondom, hogy ennyire egy húron pendültök, és most ez akár lehetne egy zenei kifejezés is, hogy egy húron pendültök, mennyire szóltok be egymásnak a zenei munkájába? Van kritika egymás? Ajaj, abszolút. Egymás fej? A legnagyobb kritikusok vagyunk egymás. Igen? És mindig az első, a másik, akinek megmutatjátok, előadjátok, bemutatjátok szakmai tanácsot, kértek, ez mindig így van? Szerintem nagyjából mindig. Abszolút. Akkor tulajdonképpen már mindenki egy kicsit tud dobolni is, meg gitározni is. Azt nem. Én tudok egy kicsit dobolni, de fejben nem tud egyáltalán gitározni. Én csak dobolni tudok sajnos, de hát ez az én szegénységi bizonyítványom. És a testvéreteket mennyire vonjátok bele a zenei pályátokba? Igyekszünk minél... Hiszen ő volt az inspiráció valahol. Így van. Igyekszünk minél többet, bár most az életünk más irányokba halad,
próbálunk egyébként egy zenekart alapítani, egy újabb ilyen családi zenekart. Mindig valahogy összehoz minket a sors, és a jövőben is igyekszünk erre jobban odafigyelni, hogy még többet zenéljünk vele, mert nagyon, nagyon ügyes, nagyon tehetséges énekes és gitáros egyébként, úgyhogy jövőben így ezzel számoljon mindenki. Jövőbeni tervek? Martin, téged kérdezlek. Elsősorban szerintem mindenki, ugye nekünk van egy duo formációnk, azt szeretnénk jobban feléleszteni. Mindig, most jön el az az időszak, amikor több időnk van erre ezzel foglalkozni, mert ugye ebben az évben, főleg nyáron, mind a ketten sok zenekarban játszunk, és nem volt időnk a saját dolgainkat intézni, ezért januártól én legalábbis szeretnék nekiállni saját számokat írni, amit majd a Zigetesommal nyilván remélhetőleg ki fogunk hozni jövőre. Ezek a tervek, igen, és új inspirációkat szerezni. Marci, neked? Ugyanez. Mindjárt gondoltam. Folytatni szeretnénk ugye a pedagógusi pályánkat. Mi mind a ketten a Debreceni Könnyűzenei Egyetemen tanítunk, és nyilván szeretnénk ezt ugyanígy folytatni, kihozni a maximumot minden egyes fellépésen, gyakorolni, fellépni, járni minél többet. Így ennyi a zenei szférában, én ennyit tudok elmondani. De most nektek azért az ad egy lendületet, nem? Abszolút. Na jó, hát abszolút. Akkor ez a lendület, ezt tartsunk ki még sokáig. Gratulálok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.